Rendőrségi fotók mutatják a baleset helyszínét és a sérült motort. Bonyhád és Zomba között egy mellékúton haladt a vétkes sofőr, amikor egyszer csak előzni kezdte a tőle néhány méterre haladó másik autót. Csak hogy nem vette észre a szemben érkező kétkerekű járművet, aminek a sofőrje azonnal berántotta a féket, ám így el is esett. A balesetet okozó idős vezető viszont nem szállt ki segítséget nyújtani, elhajtott a helyszínről. A motoros csak a szerencsének köszönhetően nem sérült meg. Az ügyből mégis rendőrségi nyomozás lett, abból pedig bírósági tárgyalás, ami most ért véget. A Bonyhádi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat közlekedési bűncselekményben, cserbenhagyás vétségében mondta ki az ítéletet, ezért egy év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte, illetve 300 000 forint pénzbüntetést is kiszabott a vádlottal szemben. A vádlott férfi már az előkészítő ülésen beismerte a bűnösségét és lemondott a további tárgyalásokhoz való jogáról. Így elvileg az ügy le is zárulhatott volna, ebben az esetben viszont mégsem ez történt. Az ítélet nem emelkedett jogerőre annak ellenére, hogy a vádlott lemondott a tárgyaláshoz való jogáról és beismerte a bűncselekmény elkövetését, azonban a büntetés ellen az ügyészség súlyosítás miatt, a védelem pedig a jogosítvány miatt enyhítését jelentett be fellebbezést, ezért az ügy a szekszári törvényszéken folytatódik. Vagyis a balesetet okozó, majd a helyszínről elhajtó férfinek akár hosszabb időre is bevonhatják a jogosítványát.